Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy mi tükröződik számodra, mert ő tükröz számodra valamit, vagy az élet tükröz számodra valamit. Spiegel tür, ez németül így hívom ezt a jóslást, egy tükör ajtó lefordítva. De magyarul úgy mondanám, hogy mi tükröződik számodra. Itt középen látható a te jelenlegi helyzeted, ami most foglalkoztat téged a gondolataidban, vagy az érzelmeidben. Itt a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. Ez lehet a munkahelyed, ez lehet a családi kapcsolat, ez lehet a lakhelyed, vagy egy stabil párkapcsolat. A horgony gyakran jelenti a munkát, a hivatást is. És a hajó az lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok, de jelenti a reményt is. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, és ezzel szemben jobb oldalon az, ami tükröződik most számodra. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a kígyó. Lehet a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen szeretnél még valamit tanulni. És itt van a tovább tanulás. Ez a gyógyító erő jelentett egészségügyi témákat is, és a hegy az a csontozatot vagy a fogakat. A kígyó az lehet egy hölgy is, például az anyukád, mert a hold jelenti az anyai érzelmeket. Vagy egy másik nő, aki anyuka, tehát vannak gyermekek. És itt a hegy jelenti azt, hogy ezzel a nővel problémád van, vannak nehézségek. Sőt, néha úgy gondolod, hogy valamit eltitkol előled, hiszen a könyv jelentheti a titkokat is. Tehát ez a jelenlegi helyzet. És mi várható, mi tükröződik számodra? Itt a kereszt jelentheti a vallási témákat, vagy egy spirituális területet, ugyanúgy, mint a csillagok, de erre még kitérek. Tehát a keresztnél lehetnek vallási témák, vagy egy spirituális terület, ugyanúgy, mint a csillagoknál. Amit a kereszt még jelent, ezek fontos döntések, mert elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább. De kell a bizalom is, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A ház az jelentheti az otthonodat, vagy a családi kapcsolatokat, vagy valaminek a kiépítését. Valaki közeledni fog hozzád, útban van hozzád, mert beszélni akar veled. Itt a madarak jelentik a kommunikációt. Itt lesz hamarosan egy látogatás, és ez a látogatás, ez a beszéd szerencsét hoz számodra, hiszen a csillagok jelentik a szerencsét is. A ház az lehet egy ingatlan is, és ez fog tükröződni számodra. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást tükörkép néven, akkor az személyes. A díjam 4000 forint.
Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!